Képes vagy rá, felség? Régóta ismertem a Minifut. És most, hogy beteljesítette utazását az élet körforgásában, én örökké emlékszem majd rá. Mivel, ahogy elefánt nyelven mondják, Ihe kaká panó tú. Jóság árad belőle, nem? Elméletileg igen, de ön felség azt mondta, kaka árad belőle. Mit mondtam? Így igaz. Tényleg mindig kaka árad belőle. És mindig megnevettetett minket. Mindig megnevettetett minket. Szép, hogy a vidámságra emlékszünk. Köszönöm, felség. Nos, és jóság is árad belőle. Valóban, jóság is árad belőle. De inkább kaka. Ha-ho! Ha-ho! Ki arra, királynő? Üdvözlet! Örülök, hogy megfontolod az ajánlatomat. És egyedül jöttél, jó ötlet. Mi vezérek kidolgozhatjuk az egyességet édes kettesben. Vagy többen. Meggondoltam magam az ajánlatodat illetően. Már is elmész, hiszen te vagy a vendégünk. Majd ha Simba rájön, hogy itt a lánya, nem lesz más választása, mint átengedni nekem büszke birtokot. Különben. Különben! Hapána! A csorbasziklánál van, és hiénák veszik körül! Utánam! Szép volt. Kár, hogy egyes egyedül érkeztél ide. Hagyj békén a királynőt! Kion! Eljöttél! Hát persze! Ó, milyen szép, amikor összejön a család. Hé! Hey, Csándzsa, azt mondtad, hogy összevesztek! Ó, de ha kell, harcolunk! Azt hiszed, le tudsz győzni minket? Így hata? Arra mérget vehetsz! Vendégi Bokó! Míg büszke birtok él, az őrség nem henyél! Hatan vagytok. Hagyjuk! Csacsa! Csacsa! Kösz, srácok! És Kion, igazad volt. Dzsandzsában nem szabad megbízni. Hé! Hey, ezt hallottam! De Mékas ügyben neked volt igazad. Na szép! Most elismeri. Anya! Apa! Üdv itthon! Hogy ment a búcsúztató? Hát az... Végül egész jól sikerült. És neked hogy ment az uralkodás? Hogy az uralkodás? Hát az... Nem volt gond? Hát volt. De Kiara mindent szépen meg is oldott. Biztosan nagyszerű királynő lesz. Egyszer. Kösz, Kion. Efelől nem volt kétségem.